Legyetek áldottak, testvéreim, köszöntelek titeket az Úr Jézus nevében. Örülök nagyon, hogy itt lehetek köztetek. Nagyon örülök annak, hogy az Isten elküldött ide hozzátok, hogy elhozott nektek egy fontos, egy nagyon fontos üzenetet, ami hiszem is valami Jézus nevében, hogy építő lesz számotok. Amen. Nem akarom mi sem bizonyság nélkül elmenni. Kihívom a feleségemet. Először én szeretnék mondani egy bizonyságot, aztán pedig ő mondana kettőnkről. Az én bizonyságom az lenne, hogy a januári hónapban sokkal többet tanultam a Bibliát, Isten igéjét, Isten üzeneteit, sokkal többet gyakoroltam, tanultam, mint az elmúlt két évben, két és fél évben. Sokkal többet tanultam. Szinte majdnem minden éjszaka fent vagyok, hajnal, kettő, háromig. Volt úgy, hogy negyedötig voltam fent. És olvastam a Bibliát, és csak jöttek az üzenetek. És az én apósommal, aki Ödön, inkább így mondom, mert biztos, hogy így jobban ismerik, nagyon sokat beszélgetünk Istenről, nagyon sokat tanulunk egymástól, nagyon használ minket az Úr arra, hogy épüljünk. Dicsőség ezért Istennek. Dicsőség azért az Úrnak, mert szolgálatot adott nekem. Megengedte az Úr, hogy szolgáljak a Kemecsei gyülekezetben, és most itt is. És testvérem, én dohányoztam, sajnos, de elgondolkodtam. Szólt hozzám az Úr, szellemben szólt hozzám az Úr, hogy döntsem el magamban, hogy mit veszek a számba. Az ördög füstjét veszem a számba, az ördög dolgait, vagy a számba veszem az Isten igéjét. És eldöntöttem. Én amellett döntöttem, hogy Isten igéjét veszem a számba. Halleluja. És letettem a dohányzást, a dicsőség az Úrnak, már nem dohányzom. Dicsőség Istennek. Én is szeretettel köszöntök mindenkit a Jézus nevében. Az én bizonságom az lenne. Nagyon örülök, hogy eljöhettem újra közétek. Nagyon szeretlek titeket. Várom sok szeretettet titeket Kemecsére, Gyülibe. És egy hét kell bejelentenem. Ennek nagyon örülök. Amen. Az Úr megáldott. Áldott állapotban. Halleluja! Hallottam, hogy ti debreceni testvéreim imádkoztatok ezért, hogy az Úr adjon nektek gyermeket. És el kell mondjam, Isten nagyon szeret titeket. Közel vagytok az Úrhoz, Isten lássa az egységeteket. Lássa azt Isten, hogy nagyon nagy egységben vagytok, és nagyon nagy odaszállással vagytok Isten felé. Szeret titeket Isten, meghallgatja az imádokat. Ez ebben is megmutatkozott, mert itt egy bizonyság arra, hogy Isten meghallgatta az imádokat. Amen. Halleluja! Nyissuk ki a Bibliánkat! Példabeszédek 15:30-at olvasnám fel először. Példabeszédek 15:30-tól kezdeném, és a 33-ig olvasom. A szemek világa megvidámítja a szívet, a jó hír megerősíti a csontokat, amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik. Aki semmibe veszi az erkölcsi tanítást, megutálja magát. Aki pedig hallgatja a fedést, értelmet szerez. Halleluja. Köszönöm, egy kicsit nézzük magunkban mindannyian, és nézzük meg azt, hogy betartsuk-e ezeket a dolgokat, amit Isten itt kér tőlünk. Isten azt kéri tőlünk, hogy az van írva, hogy a szemetek világa megvidámítja a szíveket. Ha vidámak akartok lenni a szívetekben, akkor oda kell figyelnetek arra, hogy a szemetek mire figyel. Mire figyel a szem? Nem mindegy, hogy mire nézzünk. Ez a keskeny ösvény, amelyen járunk mindannyian, ez nem egy olyan egyszerű dolog, mint egy széles ösvény lenne. A keskeny ösvényről sokkal könnyebb letérni, mint a széles ösvényről. Ha nem figyelünk, ha nem tartjuk nyitva a szemünket, akkor könnyen, nagyon könnyen letérhetünk erről a keskeny ösvényről. Azért mindig nézzünk magunk elé,
mert előttük Jézus Krisztus van. Mindig nézzünk magunk elé. Soha ne adjuk azt, hogy bármi rossz dolog a világból elvegye a mi tekintetünket Jézus Krisztusról. Ne legyünk olyan, mint amikor Péter volt. Hogy nem a Jézusra figyelt, hanem a hullámokra figyelt. Ne legyünk olyanok, mint Péter volt. Menjünk egy kicsit tovább. Amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik. Figyeljünk oda, testvéreim, hogy mit hallunk meg, mit hall meg a mi fülünk. Ha a mi fülünk meghallja Isten igéjét, akkor áldottak leszünk. Ez az ige beépül a mi életünkbe, és az ige hatni fog a mi életünkbe. De ha másra figyelünk, ha más dolgokat hallgatunk meg, ha rossz dolgokat hallgatunk meg, akkor ezáltal a gonosz ki fog hatni az életünkre. Figyeljünk oda, hogy mire hallgatunk, mit hallgatunk, milyen zenéket hallgatunk például. Milyen emberek társaságában vagyunk, hogy ezek az emberek hogy beszélnek, milyen szavakat használnak. Nagyon oda kell figyelnünk arra is, hogy mi milyen szavakat használunk, hogy beszélünk. Miket éneklünk például, dicsőítő csoportnak mondanám. Hát nem mindegy, hogy milyen dalokat éneklünk, hogy mi van a mi szívünkben. Mert egy dallal akár dicséretet az ördöget is. De dicsérjük az Urat mindenben, Jézus nevében. Menjünk egy kicsit tovább. Aki semmi veszi az erkölcsi tanítást, megutálja magát. Aki pedig meghallgatja a fedést, értelmet szerez. Legyen állatot az Úr neve. Testvéreim, mindenki nézzen egy kicsit magára, és gondolkodjon el rajta, hogy ezt az erkölcsi tanítást el tudjuk fogadni? Elfogadjuk ezt az erkölcsi tanítást, amit kapunk a vezetőktől, a szolgálóktól, testvéreinktől, amit kapunk, el tudjuk-e fogadni? Sajnos sok ember van, aki nem tudja elfogadni ezeket a tanításokat. Nagyon sajnálom azokat az embereket, akik egy nagyon keveset ismernek a Bibliából, és már úgy gondolják, hogy ők mindent tudnak. Lehet, hogy akár megtanulhat ezer igeverset is például. De ha nincs a szívében Jézus, nincs benne alázat, nem alázattal szolgál, nem Isten akaratából tanultam meg ezeket, és nem arra használja, amire Isten szeretné, akkor nem ér vele semmit. Isten azt akarja, hogy az igét arra használjuk, amire kell. Isten azt akarja, hogy egymást építsük. Isten tudja azt, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy a Szent Szellem által egymást építsük. De Szent Szellem nélkül nem vagyunk erre képesek. Sajnálom azt, hogy sok embernél úgy van, hogy csak megy, hirdeti az evangéliumot saját akaratából, a test akaratából. Ez így nem megy, ez nem megy. Én kijelentettem, szerdán szolgáltam Kemecsén az imacsoportban, és kijelentettem a testvéreimnek, hogy ha én egyszer is úgy érezném, hogy ez a szolgálat testből jönne, vagy felfúvalkodásból, vagy bármi, akkor én nem állnék fel. Inkább azt mondanám, Uram, leülök, hagyom Uram, hogy Te vezess engem. Én nem akarok testből szolgálni, csak a Te Szent Szellemed által akarok szolgálni. Mert a Te ígéd, Uram, élő és ható. De ha nem Isten akarata szerint cselekszünk, akkor semmi nem fog teljesülni. Tudjátok, testvéreim, szeretném elmondani nektek, hogy és ez egy bizonyság is valójában az életemről szólna. Én nagyon rossz ember voltam. Nagyon benne voltam a világi dolgokban. Nyakig benne voltam a világi dolgokban. Sokan el sem képzelnék azt, hogy én milyen dolgokat megtettem. Sajnos fiatal voltam, amikor édesapám elment közülünk. Nekem ez nagyon fájt. Nekem ez leült az életemben. És ott volt nagyon sokáig. Ez nekem kihatott az életemre. De nagyon-nagyon-nagyon fájt. És akkor azt mondtam magamban, hogy ami rosszabbat én kaptam az élettől, én azt másoknak vissza fogom adni. Más embereknek. És megtettem. Körülbelül 3 éves lehettem, amikor elkezdtem boxolni. Körülbelül 16 éves koromig boxoltam. Az unokabátyám tanított minket, ő egy nagyon jó boxoló. Engem és az ő fiát. Nagyon sokat boxoltunk, nagyon sokat edzettünk. És ezt nagyon rossz dologra használtam. Arra használtam, először is általános iskolában még nem. Hogy később, amikor bekerültem középiskolába, akkor már annyira belementem ezekbe a rossz dolgokba, az ördög egy kicsit jobban megmutatta a rossz a lehetőségeket.
És én meg belementem ebbe. Tudatlan voltam, vak voltam. Belementem ezekbe a dolgokba, belementem az ördögnek a dolgaiba. De mindig próbáltam úgy cselekedni, hogy csak a rosszat cselekedjen. Soha nem volt bennem az, hogy én oda menjek és segítsek valakinek, hogy felállítsak valakit. Ha valaki ott feküdt a földön, még akár én is belerúgtam. Fogtam, megnéztem egy 50 Cent filmet, vagy meghallgattam valami olyasmi zenét, és akkor felmentem a falura, mert faluban lakunk, én Vasmegyeren laktam, most már Kemencsén lakom. Felmentem a falura az unokabátyámmal, és aki arra járt, mindenkibe belekötöttünk. Mindenkit megvertünk. Nagyon ritka volt, senki nem szeretett minket. Senki nem szeretett minket, mindenki inkább tartott tőlünk. Senki nem volt barátunk. Voltak, akik közel voltak hozzánk, de senki nem volt barátunk. Aztán kicsit később kialakult egy baráti kör. Ők is olyan emberek voltak, mint mi. És velük együtt is nagyon sokszor verekedtünk. Körülbelül 14 éves lehettem, akkor középiskolát elkezdtem, 14 éves voltam, és 14-15 éves koromban én már olyanokat csináltam, olyan lehúzásokat csináltam, hogy elmentem, jöttek az utcán emberek, álltam oldalt, kis barátaimmal, megállítottam őket, gyere már testvérem, légy szíves, tudnál adni egy szál cigit? És akkor behúztam oldalra, és akkor már pakolják ki a zsebből. Mi van nálad? Vegyél elő mindent. Telefonokat, pénzt, ékszereket. Mi volt, hogy a kajáját is elvettük. Szegény gyereknek. De ezért az Úr megbocsájtott nekem. Egyszer edzeni indultam, és találkoztam a bátyámmal, aki sajnos már, vagyis még most, inkább úgy mondom, hogy köztünk volt, de most nincs, de újra ott lesz, hiszem is valami Jézus nevében, így itt lesz a keskenyősményem velünk együtt. Találkoztam vele, és azt mondta nekem, hogy menjek el nála szombaton, mert Isten tisztelet lesz. Kinevettem. Valamilyen szinten, megmondom őszintén, valamilyen szinten érdekelt. Mert minden emberben születésétől fogva, öröklődéstől fogva benne van valamilyen szinten ez az Isten iránti vágyódás. Valamilyen szinten. De kiröhögtem, nem foglalkoztam úgy vele. És nem tudom még, de nem akartam megbántani. És azt mondtam, hogy nem tudom még, majd meglátom. Eljött a hétvége. Persze, hogy valami más dolgom akadt, nem tudom, hogy mit csináltam, lehet, hogy éppen valahol bűnöztem, nem mentem el. Aztán a következő héten ismét elmentem. Vagyis következő héten ismét szólt a bátyám. De miért nem jöttél el? Nagyon jó volt az alkalom. Gyere el! Ott van a hely, gyere el te is! És elmentem. Dicsőség ezért Istennek. Amen. Azon a napon befogadtam a szívemben a Názáret Jézust. Azon vettem, hogy oda mentem, leültem, és azon vettem észre magam, én, egy bűnös ember, egy teljes mértékben, aki nyakig benne voltam a bűnbe, azon vettem észre magam, hogy ott ülök körülbelül másfél órája, és csak hallgatom Isten igéjét. Csak hallgatom, és mennyire tetszik ez nekem. Mennyire szeretem, és észrevettem, hogy most már tudom, hogy akkor az azért volt, mert minden ember szomjazik Isten igényére. De dicsőség azért Istennek, hogy sikerül befogadnom a názáreti Jézust. Ez az egyik dolog. De másik dolog az, hogy rájöttem napokban valamire, és ezt az üzenetet hoztam nektek. Nagyon fontos az, hogy felfigyeljünk mások életére. Felfigyeljünk a vezetőink, tanítóink, szolgálóink, keresztény testvéreink életére. Mert én azt mondom, hogy amikor először voltam ezen az alkalmon, akkor láttam azt, hogy akik a dicsőítő csoportban állnak, azok az emberek közel álltak az én szívemhez, már a világi életben is. A Dundiékról van szó, biztos, hogy ismerik. Az Erika, nekem nagynéném, Dundi meg az ő férje, és nagyon közel álltak már akkor is a szívemhez.
És láttam azt, hogy ők ott vannak, és tiszta szívből dicsérik az Urat. Imádják az Urat, az Istent, aki már akkor nekem is megmutatkozott a prédikáció alatt. Hogy ők hogy imádják. És én akkor ezt egy példának vettem. Uram, milyen jó dolog ez. Mennyire szép dolog az Uram, hogy valaki téged így tud dicsérni. Hogy így tudnak téged szeretni. Istenem, átadom neked az életemet. És én is azt akarom, hogy rendelkezz az én életemmel. Felfigyeltem a példára, a másik embernek az életére. Testvérem, figyelj fel egy teljesen példára a másik ember életében. Nagyon fontos az, hogy megnézzük azt, hogy a másik testvér hogy öltözik. Például. Megnézzük azt, hogy hogyan beszél. Milyen szavakat használ. Megnézzük azt, hogy hogyan hirdeti az evangéliumot. Például. Hogyan dicséri az Urat. Hogyan eszik, hogyan fekszik le, hogyan kell fel, hogyan éli a hétköznapjait. Elmondanám testvéreim, hogy sok ember úgy van vele, hogy Isten be akarja építeni a hétköznapjaiba. Ez nem fog menni. Ez nem fog menni, testvéreim. Isten csak úgy lehet imádni, ha őre alapozott az egész életedet. Őre épített fel az egész életedet. Isten nem egy olyan személy, Isten, a Bibliában benne van Isten, de a Biblia nem az Isten. Nem lehet azt megtenni, hogy fogom, és akkor megyek, csinálom a kis dolgaimat hétköznap, élem a kis életemet, és akkor na, most jön az Isten, és magamhoz veszem a Bibliát. Ez így nem működik. Vagy az, hogy hoppá, elfelejtettem imádkozni. Elfejteni imádkozni kellene. Vagy azért, mert látom, hogy a másik testvérem tanul, megyek én is tanulok, hogy nem mondják azt, hogy én nem tanulok, vagy bármi, nem mondják azt számom, hogy milyen keresztény, ez nő, fel se veszi a Bibliát, vagy ilyesmi. Nem, testvérem, ez így nem működik. Ez csak úgy működik, ha az ember teljes odaszánással van. Oda kell szánni az életünket Isten felé. Én eddig is szerettem az Urat, nagyon szerettem az Urat, és kértem mindig az Urat, hogy vezessen engem. És mutassa meg nekem azokat a talentumokat, amit nekem adott. Dicsőség Istennek. És eddig is olvastam a Bibliát. Tanultam nagyon sokat Istenről, próbáltam keresni az ő útjait. De mostanában, az utóbbi időben, és megmondom, mióta van ez, testvéreim, amióta elvettem feleségül az Atyát. Amióta elvettem feleségül, azóta egy hatalmas szellemi átformálódás jött létre az életemben. Egy hatalmas, elmondhatatlan, teljesen más érzés, teljesen egy szellemi nyugodtságban vagyok, és tudom azt, hogy nem vagyok bűnös életben. Kivett engem Krisztus ebből a bűnből. Szeretném még azt elmondani a bűnöletes véleim, hogy a bűnből mi már meg vagyunk váltva, meg vagyunk gyógyulva, meg vagyunk szabadulva. Amen. A gyógyulás és a szabadulás és az üdvösség is rajtunk áll. Mert Jézus Krisztus már megadta nekünk ezt. Amen. És rajtunk múlik, hogy elveszük-e vagy sem. Nagyon-nagyon nagy példának láttam azt Misi pásztor életében, hogy már azért nem egy fiatal ember, hogy ezt tudja mondani, de mégis majdnem minden hétvégén ott van közöttünk. És Kemencse nem itt van. Tudjátok nagyon jól. Minden reggel belül az autójába, elindul, vagyis úgy mondom, majdnem minden hétvégén belül az autójába, elindul, elmegy Nyíregyházára reggel, és délután jön Kemecsére. És majd este valamikor, nem is tudom, 8 óra körül hazakeveredik, körülbelül. Ebben egy nagyon nagy példát láttam. Fontos az, hogy meglássuk a másik emberben a példát, és én meglátom a pásztorjától a példát, ez, hogy mennyire fontos az, hogy tegyük Isten akaratát, menjünk, cselekedjünk. A cselekedet nagyon fontos, meg kell cselekednünk azt, amit Isten kér tőlünk. Mindegy, hogy hány évesek vagyunk, mindegy, hogy hány gyerekünk van, mindegy, hogy mi vár otthon, ha Isten azt mondja, hogy menj és tedd, akkor ezt meg kell, hogy tegyünk. Nagyon szeretlek titeket, testvéreim. Debreceni tesókat én nagyon szeretem. Mindenkit nagyon szeretek, titeket valahogy nagyon közel kerültetek a szívemhez. Amen. Mert elsősorban elmondanám, testvéreim, hogy
én ezt a keresztény életben eleinte csak a komolyságot láttam. Csak azt, hogy stabilan megállunk, kihúzzuk magunkat, és csak komolyan. De amikor megismertelek titeket, a Ibrányban a dicsőítő konferencián találkoztam veletek először, dicsőség legyen ezért az Úrnak. Én láttam bennetek egy felszabadulást. Egy olyan annyira egy krisztusi felszabadulást, egy örömet láttam bennetek. Dávid testvérem, olyan felszabadultan, amikor emlékszel, amikor kint voltunk, és gitároztál, olyan felszabadultan dicsérte az Urat, és ez annyira megölt bennem. Példát láttam az ő életében. Példát láttam a többi testvéreim életében, amikor eljöttem ide, és láttam azt, hogy mekkora szeretet van itt. A másik dolog, amit nagyon nagy példának látok itt a debreceni testvérek között, az egység. Ez az egység, ez nagyon-nagyon jó dolog, ami itt van Debrecenben. Nagyon szép dolog. Én tudtam azt, testvéreim, otthon, hogy ti itt imádkoztok. Minden nap az Úr előtt vagytok imában, és tudtam azt, hogy mi életünk is imádkoztok. Szólt hozzám az Úr, hogy nekem is mennem kell, szólnom kell a testvéreimnek, mert ebből ezt is példának láttam. Szólt hozzám az Úr, hogy menjek el és szóljak a testvéreimnek, szóljak Petinek, szóljak Zolikának, Robikának, többieknek, hogy gyűjünk össze a Jézus nevében, és menjünk oda az Úr elé. Mert Isten arra vár, Isten azt szeretné, hogy menjünk és tegyük meg a lépést. Mert az egység egy szellemi dolog, de az egység meg fog nyilvánulni fizikálisan is. Meg kell, hogy nyilvánulja. Minél nagyobb az egység, annál jobban meg fog nyilvánulni fizikálisan. Annál jobban látható lesz az emberek számára. És minél láthatóbb, annál jobban fogja vonzani az embereket. Annál jobban vonzani az embereket. Amikor látják az emberek azt, hogy igenis egységben vagyunk, szeretetben vagyunk, szeressük egymást, odafigyelünk egymásra, törődünk egymással, lelkigondozzuk a másikkal például, segítünk mindenben a másiknak, az a cselekedjük Isten akaratát ezzel is, akkor az emberek erre felfigyelnek. Akaratokon kívül is fel fognak erre figyelni, és példát fognak ebben látni. Mert látják azt, hogy ez jó. Ez mennyire jó, ez mennyire szép. És akkor azt mondja, hogy igen, én is akarok egy ilyet. Én is meg akarom ismerni Isten szeretetét. Az emberek ennyire tudják szeretni egymást, meg ennyire tudnak szeretni engem. Én is hagyd szeressem ennyire az embereket, mert a szeretet bennem van. Amen. Egyszer emlékszem, és ennyi pásztor imádkozott az emberekért kemecsén, és oda mentem érte, és azt mondtam, hogy pásztor, kérem imádkozzon értem, mert úgy érzem, hogy kevés bennem a szeretet. Úgy érzem, hogy nincs bennem szeretet. Nem tudom úgy szeretni az embereket. És azt mondta Sanyi pásztor, a szeretet benned van. A szeretet benned van, csak hagyd, hogy felszínre jöjjön. Hagynunk kell, szeretnünk kell egymást, szeretnünk kell a testvéreinket. Mert Isten maga a szeretet. Ezt tudjuk nagyon jól. Látom itt közöttök a szeretetet. Látom, hogy szerettek engem, és ezért én is nagyon szeretlek titeket. És köszönöm, hogy itt lehetek. Még egyszer megköszönöm, mert számomra ez egy nagyon jó dolog. Nem csak azért, mert szolgálatok, hanem azért, mert látok titeket. Köszönöm Istennek azt, hogy elküldött ide hozzátok, hogy elmondjam nektek ezt az üzenetet. És azért küldött Isten engem hozzátok, tudjátok testvéreim, mert Isten szeret titeket. Isten szeret titeket, és azt akarja, hogy tudjátok ezt a dolgot. Hogy figyeljünk fel egymás életére, lássuk meg benne a példát. Nagyon fontos az, hogy meglássuk a példát. Nagyon fontos. De viszont láthatunk rossz dolgokat is, de tanulhatunk abból is. Például volt egy testvérünk, áldja meg az Úr őt, nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetbe került, de megtanultam tőle azt, megmondom őszintén, megtanultam tőle azt, hogy nem kell élni a keresztény életet. Áldja meg az Úr őt is, én azt mondom. Nem tudom, testvéreim, hogy halleluja. Nyissuk a Bibliánkat a 4 Mózes 12:2-nél.
szeretném olvasni. És mondának, avagy Mózes által, avagy csak Mózes által szólott-e az Úr? Avagy nem szólott-e mi általunk is? Ennyit szeretnék ebből felolvasni. Testvéreim, mi tudjuk, Mózes Izrael egyik vezetője volt. Mózes fel volt kenve arra, hogy vezesse a népet. És tudták azt az emberek, hogy Mózes által szól az Úr. Igen, szól az Úr Mózes által. De megkérdezték azt, hogy Istentől, hogy avagy csak Mózes által szólott az Úr? Nem, testvére, nem csak Mózes által szólott az Úr. Nekik is adott a profétálást, mert tudtak ők is profétálni. De az volt náluk a baj, és fellázadtak. Fellázadtak Mózes ellen. Nekünk nem szabad fellázadnunk azok az emberek ellen, akik fel vannak kenve, akik Isten felkentjei. Lássuk meg az életükben a példát. Ne a rosszat nézzük meg, mert emberek vagyunk, hibázhatunk mi is. De a vezetőknek az életére nagyon figyeljünk fel. Ha ez a két ember nem lázadott volna fel Mózes ellen, mennyivel jobb lett volna nekik? Nekünk mennyivel jobb az, hogy nem lázadunk a vezetőink ellen, vagy a szolgálók ellen, vagy azok az emberek ellen nem lázadunk, akikben meglátjuk a példát. Mert meg tudjuk, minden emberben tudunk látni példát. Minden emberben van valami jó. Minden embernek adott valami szépet Isten, valami jó. Minden embernek vannak hibái természetesen, de minden emberben lássuk meg a jót. Ha meg tudjuk látni másik emberben jót, akkor Isten is meg fogja bennünk látni a jót. Ne hagyjuk azt, hogy az ördög irányítsa a mi látásunkat. Hagyjuk azt, hogy Isten irányítsa a mi látásunkat. Hagyjuk azt, hogy Isten vezesse a mi szemeinket. És kérjük is Istentől, hogy Uram, Te vezesd az én látásomat. Hagyd Uram, hogy csak arra figyeljek, azt lássam meg, és azt halljam meg, amit Te akarsz, Istenem. És akkor jó lesz az életünk. Mert akkor figyelünk a Jézus Krisztusra, és ha figyelni akarunk Jézus Krisztusra, akkor fel kell figyelnünk azoknak az embereknek az életére, akik példát mutatnak nekünk. Mert Jézus Krisztus emberekben mutatja meg nekünk a példát. Ő már testben nincs itt közöttünk. Nem láthatjuk azt, hogy ő testben, hogy szereti a másikat, vagy hogy cselekszik a másikkal szemben. De bennünk él. Rajtunk keresztül meg tudja mutatni. Meg kell, hogy lássuk azt, testvéreim, egymásban. Meg kell, hogy lássuk egymásban a Krisztust. Tudjuk, testvéreim, Jézus Krisztus bennünk él. Jézus bennem él, benned él, mindannyiunkban él a Jézus Krisztus. Amen. Hagyjuk azt, hogy megnyilvánuljon bennünk a Jézus Krisztus szeretete, békessége, öröme. Szeretnék még egy igét felolvasni. Az 1 Timóteus 4:12-16-ig szeretnék felolvasni. Nagyon tetszik Timóteus élete, nagyon fiatalon elhívott az Úr, sokkal fiatalabb van, mint engem. Ezért nagyon felfigyelek az ő életére. Példát veszek arról, hogy ilyen fiatalon is mennyire az Úrban tudott lenni Timóteus, és ha ő ilyen még fiatalabban, mint én, az Úrban tudott lenni, akkor én miért ne tudnék? Nekem is megadatott ugyanez, hogy cselekedjem én is Isten akaratát, hirdessem az evangéliumot minden embernek. Szeretném felolvasni 12. résztől. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek. Beszédben, magaviseletben, szeretetben, szellemben, hídben, tisztaságban. Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra. El ne hanyagold a benned lévő kegyelmi ajándékot, amely profitálás által a presbitérium kézzeltétele által adatott néked. Amen. Amit látjuk, itt Pál apostol írja a Timóteusnak, és azt írja neki, hogy az ő ajándékait használja arra, amire kell. Mutasson példát ő is. Timóteus
példát látott Pál életében. Ezáltal ő is példát tudott mutatni. Példát kellett, hogy mutasson, és példát is tudott mutatni, például nekem, vagy neked, vagy bárkinek tudott Timóteus példát mutatni. Ez a célja az én üzenetemnek, hogy hallgassuk meg testvéreink példáját. Figyeljünk fel a példára. Figyeljünk fel a példamutató életre, példamutató emberek életére, hogy aztán mi is példát mutathassunk más embereknek. Ha nem látjuk más példáját, ha én nem látnám azt az én testvéremben, nem látom meg a példát, akkor rossz úton járok, megmondom őszintén. De ha meglátom a példát, meglátom benne a Krisztust, Krisztus megmutassa magát, és ez egy példa mindig számunkra, hogy miután menjünk, mit cselekedjünk mi is. Ha én nem látom meg a Krisztust, vagy ha meg is látom, de nem ragadom meg, akkor az nekem nem jó. Ha meg, oda kell mennem, igen, és meglátom a testvéremben a Krisztust, oda fogok menni, és meg fogom ragadni, és el fogom venni magamnak. És aztán tovább fogom adni más embereknek. Dicsőség legyen ezért Istennek, hogy Isten egymás által tud minket építeni. Isten használ minket arra, használ engem arra, hogy elmondjam nektek ezt az igét, hogy épüljetek. Használ titeket arra, hogy elmondjatok nekem ti egy igét, vagy egy üzenetet, hogy én is épüljek ezáltal. Áldott legyen ezért az Úr neve. Testvéreim, nem is húznám tovább a szót. Ennyi lett volna a szolgálatom. Fő az alázat. Szerintem megkaptátok az üzenetet Istentől. Legyen áldott ezért az Úr neve. Köszönöm, hogy szolgálatom felétek. Köszönöm az Úrnak, hogy szolgálatot adott. És legyetek áldottak. És kívánom nektek Jézus nevében, hogy figyeljetek fel egymás életére. Lássátok meg a jót, lássátok meg a rosszat egymásban. A jót azért lássátok meg, mert abból tanulhatok, a rosszat azért lássátok meg, mert abból tudni fogjátok, hogy mit ne cselekedjetek. Legyetek áldottak a Jézus nevében. Amen. Amen.